Országszerte toborozzák a területvédelmi tartalékosokat. Barcson ma szórólapokkal és haditechnikai eszközökkel is népszerűsítették az önkéntes szolgálatot. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter az M1-en azt mondta, a területvédelmi tartalékos állomány nagy értéket ad hozzá a haderőhöz, és rajtuk keresztül egyre többen meg is ismerik a honvédséget. Nézzetünk egyet a fiúkkal. Rendhagyó élményeket ígér a Magyar Honvédség legújabb videója. Azok jelentkezését várják, akik vállalják, hogy teljesítenek egy 5 hetes kiképzést, ami nem csak életre szóló tapasztalatot nyújt, hanem anyagi megbecsülést is. A leendő területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint minden szolgálatban töltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjat, amit havi 50 ezer forintos kiutalásokban kapnak meg. Bevezettek egy ajánlási bónuszt is, bruttó 500 ezer forint jár annak az önkéntes tartalékos katonának, akinek az ajánlására a jelentkező az alapkiképzése után szerződést köt a honvédséggel. Szeretem, megvédem, ez a mottója a toborzó kampánynak. 18 éves kortól várják a férfiakat és nőket. Az irányasereg.hu weboldalon lehet jelentkezni, de helyi szinten is toboroz jelölteket a honvédség. A jelentkezőket a Bálna Honvédelmi Központban is várják. A toborzás egyik állomása kedden a Somogy vármegyei Barcson volt. Itt szórólapokkal és haditechnikai eszközökkel népszerűsítették az önkéntes szolgálatot. Bogdán Péter, a tartalékosok oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkéntesek katasztrófa helyzetekben is rendelkezésre állnak majd. Árvíz, szélvihar, vagy valamilyen más tűzvész, és oda kell olyan mennyiségű ember, ami az adott szakmához kapcsolódóan nem áll rendelkezésre, akkor ők mozgósítva lesznek. A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára azt emelte ki, hogy a tartalékosok egy összetartó közösség tagjai lehetnek, akik azzal szolgálják a hazát, hogy megvédik családjaikat. Czermany János arra kérte a munkáltatókat, hogy támogassák céljaik elérésében az önkéntességet vállaló dolgozóikat, mert a szolgálattal társadalmi megbecsülést szereznek a jelentkezők. A tartalékos katonai szolgálat számunkra megbecsültség, kihívás és erő. Az a többlettudás és képesség, amelyet a katonai alapkiképzés nyújt a jelentkezők számára, a civil életben is hasznosítható. A tartalékos katona erényévé válik. Aki hisz ebbe az országba, aki szereti a történelmét. Ezt válaszolta a honvédelmi miniszter az M1-en arra a kérdésre, hogy kiből lesz jó tartalékos. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a toborzás lehetőség arra, hogy tettekkel bizonyítsák az emberek a hazaszeretetüket. A program fontos eleme, hogy az önkénteseknek nem kell feladni az eddigi életvitelüket, a kiképzés után pedig a közvetlen lakókörnyezetük védelmét látják el. Azt szeretnénk elérni, hogy minél többen jelentkezzenek, itt egy 18 éves korhatár van, arra, hogy az életük normál menete mellett, tehát a diákok akkor azt folytatva, ha dolgoznak, akkor azt folytatva, bekapcsolódjanak egy kicsit a honvédelem életébe, kapnak egy alapkiképzést, ez 5 hetes, és modulárisan is elvégezhető, tehát nem kell 5 hétre kilépni az életükből, és utána egy évben minimum 1 hétre behívjuk őket, és részt vesznek fenntartó kiképzésekbe, illetve gyakorlatokba, és emellett pedig élik tovább az életüket. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország továbbra is kimarad az orosz-ukrán háborúból. A tartalékosok számára meghirdetett toborzásnak az a célja, hogy az emberek megértsék, a honvédelem nemzeti érdek.